Igen, ez egy nagyon-nagyon nagy nap, és valójában ez egy nagyon nagy boldogság, és köszönet mindenkinek, aki segített benne, azért a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapkövel le van téve, ami valójában egy mérföldkő a Rádgéber Kosárlabda Akadémia életébe, és valójában most tudunk majd egy igazi kiválósági központtá válni. Tehát ez, ha minden igaz, egy év múlva állni fog, és én arról szerettem volna ma beszélni, hogy valójában mennyire, mi mindent érzek, mennyire boldog vagyok. Sajnos nem tudom ezeket a dolgokat így leírni, ez valójában olyan, mint a szerelem, ugye, hogy nem tudja az ember, mi történik veled, de valami jó, és mindenkinek ezt kívánom, hogy ez így érezze, és talán azzal kellene befejeznem, hogy köszönet mindenkinek, elsőbb a Magyarország kormányának, miniszterelnökünknek, Orbán Viktornak, Pécs városának, a Telkért, a Testnevelési Egyetemnek, a Pécsi Tudományi Egyetemnek, úgyhogy, és én pedig átérzem a felelősséget, hogy ezt olyan tartalommal töltsük meg, amilyen világszínvonalú lesz ez a létesítmény.